Csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztuk gyerekek, küldve csatornán másszunk be a kombányba, aztán csapassuk le a főret. Írtátok, hogy mitől lenne még autentikusabb a dolog, ami kis ti eszünkbe. Letaposás módot bedobtam, mert legyen, mert az nekünk jó lesz, azt mondtátok. És igen, beraktam, írtátok még valamit, mindjárt még beszélünk erről, csak álljunk neki a munkának, gyerekek, mert itt különben nem lesz semmi se belőlük. Ja, ezt ugye levágjuk még árfa. Következő föld az elvileg, azt a petyám, mik vannak itt, bazze, ilyen nagy izék. Hupolagok vannak ebbe a földbe. Ja, következő föld az búza, azt akkor már ugye külön fogjuk vágni. Meló megy ezzel, mert tényleg próbálunk azt csinálni. Most mit, zoomolni akartam, hátra akartam dőlni az ülésbe, de nem lehet, de kár, hogy nem lehet. Egyébként azt hiszem valahol a config file-okban lehet módosítani a pozícióját az ülésben, a járműben, hogy éppen hogyan ül. De... kirakta ide... Gyerekek, nagyon pontosan vágok. Na, kirakta ide... Jó, autokombiné módot még nem tettem be. Úgyhogy ez így van. Halljátok, fölveszem a vágóasztalt, ne sérüljön nekem. Hát attól ez nem jó helyen van, nagyon nem jó helyen van. Az a baj, tényleg benne a lerapózásom van, úgyhogy most... már le is csapattam ott a végét. Ja, itt majd... Ajajajajajaj, bazd, nagyon kell figyelni most meg, nagyon fura a dolog. Majd ezeket a földeket mondtátok, ne szántsam egybe, meg ne rendezni fogjuk, mert ezek szörnyűek, ezek a földek, gyerekek. Nem lehet fordulni a végébe, nem lehet normálisan dolgozni rajtuk, ezekből szögletes földet fogok csinálni, azért, hogy ugye, hogy mondjam, jobban ellássa a funkcióját a föld. Jó, körbekerítem ezt gyorsiba, aztán minden szuper lesz, gyerekek. A következő az már búza, és ez ugye, ez a tipikus, nem? A magyar valóság. Sőt, azóta van ez a magyar valóság, hadd beszéljek már róla egy kicsit, amióta ugye volt ez a rendszerváltás dolog. Amint ugye rendszerváltás után volt ez a kárpótlás dolog. Elmesélem azoknak, akik nem nagyon ismerik, a fiatalabbaknak. Úgy volt ugye, hogy amikor meglett ez a TS korszak, anno, régen, akkor az összes magántulajdonban lévő földet az állam kiszolgáltatta magának. Tehát volt neked akkoriban akármennyi földed, akkor az mind ugrott, az az állam élet, és közös lett gyakorlatilag. Nem volt magántulajdon szinte ugye az országban. Mármint ilyen gyárak, földek, minden gyakorlatilag állami volt. Na ugye véget ért ez a idézőjelben átkos korszak. Nem alkos. Nem indián tarcvég. Gyerekek, itt izé van, bazeg. Nagyon furcsi ez a föld. Na, véget ért ez az átkos. Akkor... gyerekek, lekiporom mindenhol, nézzétek a gabonát. Akkor kezdődött ugye a rendszerváltás, és akkor az összes emberke, akinek ugye anno evitték a földjét, az kárpótlásba részesítették. Tehát kiosztották a mix földterületeket. Jobban mondom, kárpótlási jegyet kapott mindenki, és azért választhatott, vagy vehetett, vagy válthatott magának ugye területeket. Akár erdős részt, akár szántót, vagy amit éppen szerettél volna, vagy éppen amihez ugye lehetőséged volt hozzájutni. Hány százalékon van az annyi. És akkor alakultak ki ezek a tipikus, nem is tudom, hogy szokták nevezni, nadrágszíj. Nadrágszíj parcellák, ugye? Azért nadrágszíj parcellák, mert egymás mellett egy csomó ilyen méretű. Nadrág szíj méretű gyakorlatilag parcella alakult ki. A gyerekek, áratunk mind az őrület. Így lehet, hogy üritek is egyet, aztán akkor jó lesz. Nagyon nem úgy. Nem kell pisilni a képernyőn. Jó, figyeljetek, a következő búzát is lecsapjuk. És akkor ezt lehet, hogy ezt úgy csinálom, hogy ezt egybe rendezem. Kellene vennünk valami ekét vagy valami sorát, ezt akkor egybe húzingálom, meg ugye a vetőgépet kérem, és akkor végét ugye egyenesbe, füvesre tudjátok, és akkor nincs rágon többet. Ezek nagyon jó dolgok. Hány százalékon vagyok? Még egy kört kibír, ugye?
ez körbe-körbe aratás nyomatom. Ez most is bejön. Ugye végig kifele van a cső, úgyhogy akármikor beállhatnám elénk a traktoron lenne segítőm. Nem, gyerekek, nem kell egyelőre segítő, később, hogyha úgy áll a gazdaság, akkor lesz. Most egyelőre itt állna a föld végébe. Azért nem veszünk a segítőket. De később mindenképpen szeretnék. Igen, ezen a mapon, hogyha már nagyon-nagyon durván beindulna a gazdaság, akkor multiplayer be, de még ne írjátok, mert még nagyon messzi van az. Nagyon tetszik, jó. Ott egy kicsit kihagytuk, majd letiporjuk az MTT-be, aztán nem lesz rá gondni. Eléggé ilyen hupulagos a föld, de ez nagyon bejön ebbe a mapba, hogy úgy van megcsinálva, hogy nem egyenesek a földek, meg nem is az, hogy domboldalon vannak, hanem olyan tipikus, vagy tudjátok, ilyen bukkanók vannak rajt, meg mit tudom én, ugye meglátjátok, várjál már. Például itt volt valami bukkanó, vagy a másik oldalán? Hát ez nem olyan kicsi ez a föld, remélem, hogy elég lesz neki a cuccos. Ott a hízé fűbe a szalmakupac, tipikus az is, nem? Ah, itt volt például egy bukolag. Tipikus az is, amikor így, mutatok már tarló szélibe, amikor így van ez a szélé. Még a szalva is, tényleg amikor a kombány fordul és akkor a fűrek, várjál. Itt például valami baj, itt van egy nagy gödör, gyere. Le is ér a vágóasztal, amin sérült is. Ezt orrakozz el, more. Igen. Na és akkor azért lettek ezek a madrágszív parcellák. És akkor ugye második tieszesedés, amikor megindult ugye. Főleg még mindig tart, hogy nálunk legalábbis a földér a gazdák főni tudnának. Anyjukat eladnák gyerekek, hogy még egy hektár földjük legyen. És ez azért van, mert... Hello. Honnan? Tudálni akartam erre, előn adtattam a térgépet, a kesztyűt, ortó, buh. Föl akartam menni a vágóasztalt. Most már mehet le. Őni tudnának a földér, de miért? Jó, oké, tudom, hogy megművelik. Tudom, hogy nagyon sok dolgú van vele. Főleg az újabb traktorokba, a légkörnyisokba, papucsba üdögelnek, meg hallgatják az MP3 lejátszót. Jaj, de nagyon-nagyon fikázva leszek, de... Mégse ugyanaz gyerekek, mint amikor az MTZ-be meg a Rábába ugye száguldottak. Rábába mondjuk már volt rádió, úgyhogy az már komoly dolog volt. Volt ott fönn, azt hiszem volt egy ilyen, tudjátok, egyik oldalt a hangerőszabályzó, másik oldalt meg a tekerő, azt lehetett hallgatni a rádiót. Kossuth rádiót, meg is teltünk gyerekek, ezt az kiszámított dolgot, ezt oda. Jaj, itt látni itt a szemeket. Érdekes, hogy búza szemek vannak bent, nem árpa, de... Egy a fene. Most a... Hey, várja, nem nyitottam ki, hát pedig azt hittem. Jó, oké. Okay. Hol állunk? Ja, a textúra, de... Ajaj, basszus, most meg már nem mehetek bele a földbe. Letírkom, nézd oda. Jaj, milyen jó meleg a búza aratás után. Ki volt olyan, aki benne tiprott? Amikor zsákolni kellett, fökölött menni a izébe. Amikor nincsen súber. Tudjátok, van az a leeresztés, amikor... Nincsen? Ifákon is szokott lenni hátul. Meg pótkocsikor. Aztán... Azon tudod ugye leengedni zsákokba gabonát. Vagy pedig futó... Vagy nem futószalagra, hanem mi az? Futószalagra, de hogy is nem mire meg. Azt izé. Ja, ha nincs, akkor ugye zsákolik a fönn a pótkocsin, gyerekek. Olyan dolog. Ezt jól találtuk, figyelek. Majd kijöttünk már. Jó, hát egy kicsit izé. Foghíjasan aratok. Itt ott egy-egy kalát csomó azért megmaradt. Hát igen, elég sok, mi? Jó, a gyerekek, ott rohadjon meg. Ott rohadjon meg. Majd a végén lecsapom, ahogy van, de... Azt tudjátok mennyi.
Igen, sebző, vagy ez nem sebződünk, hanem azért sérül a vágóasztal. Ugye, hogyha teljesen tönkre megy egy gép, akkor használhatatlan. Be se tudsz ülni bele. Ezt úgy képzeljétek el, hogyha lesérül, mit tudom én, vonat elé kimész, összetöröd, vagy akármi. 100%-on sérül. Ja, sérülésmódot kérte valaki, nem tudom, a mapban van benn, gyerekek. Ebben a FSH Modding 5.1, így rákerestek, hogy FSH Modding 5.1. Ebben van benn gyárilag ez a sérülés, meg a TMK műhely is, ugye? Hát biztos valószínű más napokban is van, de ebben benne van. De nagyon-nagyon bejön. Nekem ez bejön, hogy javítani kell a gépeket. Meg hát nem duhajkodhatsz be, mint az állat, mert tökre teszed. És ez szerintem ez valami jó dolog. Jó van, hát figyeljetek, még egy pár kört kell menni, de ugye egyre szűkül a tábla, úgyhogy... És nem azt mondom, hogy fele megvan, de... egy harmada biztos, hogy megvan. Igaz, hogy csak 3 sort mentünk, csak tényleg ugye egyre jobban szűkülni fog. Jó van, gyerekek, szuper, hát megy az, mint az ágyba szorás, szokták mondani. Nem, mint a tudnám, milyen az. De... ja, elég sokaknak, ott megint ott tettem a kalászt, te. Lecsesztek, gyerekek, vissza vagyok, itt a sarkon mindig ott vagyok. Hát, már nem akar, na végre. Sokaknak tetszett, hogy az új lakot újra kezdtük. Folyamatosan jönnek a modok, izéket meg ugye a modok árát, ahogy mondtam, átírom. Sérülésmód benne van. Írta valaki, hogy ne legyenek olyan drágák a gépek. Valaki meg azt írta, hogy több száz ezerbe kerüljön például egy Rábas Tiger. Hát én szerintem egy Rábas Tiger az legyen 100 000. 475 eurónk van, úgyhogy ugye nem reális, mert nem 100 000 euró egy Rábas Tiger. Csak azt akarom, hogy tényleg drága legyen. Ne az legyen, hogy pikpak, mit tudom én, egy aratás után össze tudjál szedni annyit, vagy egy nap alatt össze tudjál szedni egy Rábas Tiger árat, mert ugye azért a valóságban se így volt. Azért, hát valóságban az meg főleg úgy volt, hogy nem úgy volt, mert nem kellett összeszedni az árát, mert ugye pont néztem egy dokumentumfilmet a rábákról, tök nagyon jó volt Rábas Tigerről, hogy ilyen kezelés... rákerestek, akkor azt hiszem, hogy Rába 2-t fenn, vagy csak vagy Rábas Tiger, karbantartási és kezelési útmutató, vagy valami ilyesmi? Nagyon jó, nagyon jó. Imádom. Nagyon atom. Az a vicces, hogy milyen árak voltak még akkor. Taglalják, hogy a turbó például, hogyha tönkre megy, ugye, akkor az mennyibe kerül, az nem is tudom, valami 30 vagy 50 ezer forintba kerül. És akkor azt így kiírták ilyen nagy száma, hogy mekkora horribilis összeg. Tehát ez akkor az időben volt, gyerekek, amikor mondjuk 1000 forint sem volt egy fizetése, érted? Úgyhogy többi fizetése az embernek egy turbó Rábas Tigerre. Meg azok a számok, amiket ugye leközöltek, hogy ott a, nem tudom, az első évben ilyen sok, több száz Rábas Tiger kijött abból a gyárból. Hát most nem azért mondom, de a mai világban, a mai technológiában Magyarország, ha le kellene gyártani egy év alatt mondjuk 800 darab Rábas Tigert, még csak egy olyan technológiát is, ami akkoriban a csúcs technológiának számított, mert ugye a Steiger, nem Steiger, hanem Steiger, az egy, gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy amcsi szabadalom. Mármint a, hogyha megnézitek, akkor ugye van, úgy ítétek be, hogy Tigris, mármint Tiger Steiger, például, akkor azt megtaláljátok, azok egy amcsi licenc. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a Rába Steiger, ugye a Rába licenszelte a Steigernek ezt a technológiát, és akkor ő gyártotta, ugye a Rába gyár gyártotta. És akkor ez egy csúcs technológia volt, ez olyan, mint hogyha most Magyarországon Tesla S-modelleket gyártanának, értitek? Oké, hogy most már az egy, nem mondom, hogy elavult technológia, de ez egy régi technológia, de akkoriban ez tényleg csúcs. Ez egy csúcs technológia volt, ez olyan, mint a tényleg Magyarország Tesla S-et gyártana. Oké, Audi gyárt, de mi közünk van hozzá, érted? Semmi közünk az, hogy magyar rabszolgák dolgoznak az Audi gyárba. Ennyi a közünk van az Audi gyárhoz, meg a többihez. Amik itt van Magyarországon, erről ne beszéljünk, de a Rába gyár, az ugye az egy magyar volt. Az egy magyar gyár volt, ott minden technológia az magyar volt gyakorlatilag. Esetleg ugye még a
keleti blokk országaiból jött különböző gépek esetleg, vagy technológiák, amik úgy segítették ezt, de akkor is ez egy magyar cég volt. Na, és akkor szerintem Magyarországon ma basszus, hogyha azt mondanák, azt a technológiát gyártsatok le 800 lábát, tikpak. Olyan költségvetés és pénzek, meg olyan közbeszerzési pénzek mennek el Magyarországon, a semmire, nem mond 800 darab rábára, hát ez az ország felrokkana, a 800 darab rábát le kellene gyártanunk. Rábastelgert, érted? Hihetetlen lenne. Ja, igen. Ez jó, nagyon jó volt a dokumentumfilm, újabban nézegetek ilyen régebbieket. Viszonyatosan jó. Meg ugye gyártotta izéket, a 180-as lábákat. Ugye azt hiszem, hogy nem törzscsuklós volt, hanem ugye a kerék kormányzott volt, de azt hiszem talán első és hátsó kerék is kormányzott volt. Jól tudom, mind a kettő, vagy mind a négy kormányzott volt. Volt azt hiszem, hogy meg volt ugye 250-es is, amelyik nagyon elterjedt volt, az azt hiszem valami 250 lóerő körüli motorral volt, vagy 240. A 180-as meg volt egy olyan példánya talán, hogy 240-es? Ami nagyon-nagyon ritka volt. Az nagyon motorra volt, mint a 180-as, de 180-as kasznival. Kaszni persze, bazza. Meg volt ugye 300-as lábánk is, ami... Hát az ilyen elterjedtebbeket mondom, persze. Ugye meg volt egy prototípus, egy darabot gyártottak belőle, 500-as lábát, utána tudtok olvasni. Egy darabot gyártottak belőle, iszonyatosan nagy volt, egy, azt hiszem kettő darab 250-es rábó motor volt benne, kettő darab. És ugye így jött ki az 500-as, az 500 ló paci. Úgyhogy ez így működik, gyerekek. Várjatok, hopp. Majd így gondolom, meg fogunk telni. Úgyhogy elmegyünk az MTZ-re, jó? Várjatok. Nyissuk már ki a csövet, akkor már egyszer itt vagyunk. Ne, hát szerintem földfele most már biztos, hogy megvan, úgyhogy elég jól haladunk. Ne, futok az MTZ-ért. Jaj, itt böki a talpam a tarló, gyerekek. Papucsba tarlóba kifutott már. Örület. Bokádat elveri. Na gyerünk. Veressük, veres egyházi asszonykórus. Na, hogy gyerekek, frankó minden. Jó, valaki írta. Többen nem, ketten írtátok, hogy miért használom a tempomatot, miért nem nyílen megyek a traktorokkal, mert törnek. Ennyi az okom. Mert törnek és nem akarom szétzúzni őket. Ugye, attól is törhet ugye, hogy attól is sörülhet valóságban is a traktor, hogyha 50-en mész a szántásba, az pattogsz. Most mi a szar? Megtelett a pótkocsim, mi? A baromira nem telett meg. Akkor mi a szar van? Már nem, meg kellett mászom. Ja, nem jó helyen állok, ja. Na majd most. Jó van, gyerekek. Szerintem a pót az meg is fog telleni, ha már meg nem telt, lehet meg is telt. Oké, be kéne menni, kivegyünk az útra. Kijelünk az útra, aztán azt mondom, itt pont ki van egy kiárat. Hosszú van a csineken, kóboroltam tovább. Gyereke, mi az ott? Nem jó olyan által, meg nem fogja felhúzni. Álljál meg! Nézzük meg, mi a szar az ott. Ja, csak, mert itt láttam valamit, gyerekek. Basszus! Mosógépek között. Mi ez, szeméttelep, gyerekek? K701. Ki van bazva a telepre? Nem lehet beszállni. Nem lehet beszállni, de... Még a felni is meg van üdve. Basszus, ennek van baj a gyerekek. Tényleg nem lehet beszállni egyébként. Nézzétek F1-nél, hogy... Nincs betű. Ajaj.
Tudjátok, mit kellene? Tudom, érdemes ezt? Érdemes bevontatni? Be kéne vontatnunk a TMK műveibe, azt megnézni, hogy lehet-e valamit kezdeni vele. Nem tudunk beszállni. Várjátok, felugrok. Hát ez szét rohadt, mint az állat. Nem tudom, meg lehet-e mozdítani innen. A gyerekek, várjátok, beviszem a szemet, kijövök valamivel, aztán izé. Megpróbáljuk elvontatni azt a betyár, amit találtunk. Egy célja hullott K701-et. Indul meg! Ja, a tempomat használata nem rossz áll. Most például beállítod itt 19-re, jó ez. Nem akarom célja törni a velmán. Menjünk a földugon, jó? Nagyon van, gyerekek. Oké. Aszfalton persze gangolunk, mint az őrültek. Aha, látod, MTZ-t... Erről beszéltem Bátyai Zoltán, vagy... Hogy így hívnak, aki írtad ezt például. Nem jó az, hogyha... küldöd neki a... izéjét. Földes úton meg a szántásba a traktort, mert ez így hullik. Sérül. Nincsen pénzünk. Javítani. Hát az, küldjük meg. Jó van, gyerekek. Azon gondolkozok, mivel tudnánk bemondatni azt a K700-ast, úgyhogy teljesen rizé maga tehetetlen. Aja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 j
Ez lesz a jó választás, gyerekek. Na várjátok, elmegyünk a TMK-ba, hozunk egy vonórudat. Elmegyünk a TMK-ba, hozunk egy vonórudat, mert ez nem lesz jó nekünk. Megpróbáljuk megmozdítani. Megpróbáljuk bevontatni. Menjünk. BK-ba behúzatjuk, mi? Na ott jó van, van bonorult, passza. Sérülve van, óvatosan húzzuk, basztus. Az a baj, a földön húzzuk ezt a vonórudat. Gyerekek, kiropták a K701-es. Ugye? Orosz ipar remekét. Nem tudom egyáltalán. Megpróbáljuk, behúzzuk a TMK műhelybe. Megnézzük, hogy egyáltalán használható, mennyire használható ez. Ez a vonórudat, ez nagyon izé sérülik. Földös út meg kell menni, nem taposhatom le ugye az egy toborát. Na bemegyek itt. Ajaj, 13, aj, az a vonor út. El kellett volna hozni, be kellett volna raknom a kabinba. Nem egy százalék, óvatosan bele, óvatosan bele. Még a traktort is összetöri, te! Szóval... Csoda, hogy nem hajtom annyira a gépeket. 27, ne! Föverődik. Óvatosan, óvatosan! Így töröm a vodórúra, gyerekek.
Menjünk a fűjjön, ott hozzuk. Jó, így jobb azért, nem annyira vágódik. Kicsit emelünk a sebességgel. Hopp, 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 31. No, nem annyira veszélyes. Bírtja ki. Meg hát még ráadásul rángatom vele majd a kirovecet. Kirovec fogja húzni a kirovecet, azt tudjátok, hogy a T150-es kirovec. Gondolom mindenki tisztában volt vele. Hogy fogom azt onnan kirángatni egyáltalán? Úgy gyerekek, hátuljára kéne kötni, mert az eleje nagyon be van tűzve oda. Szóval a rudat nem sokat használták, hm? Tiszta zsirúi. Nézzük, hogyan, mindjárt megnézem először, hogyan kéne. Aha, hátuljára fogunk, mert itt át nem tudunk át rángatni mindenem. De oda megpróbálunk, bemegyünk a checkmentbe, várjál. Gyerekek. Amíg rá tudunk fogni. Itt megküzdtünk valamibe, kellett volna stílt hozni. Itt a checkmat. Aha, ötös. Oké, gyerekek, ráfogtuk. Várjál, megnézzük. Jó, rá van akasztva fasza. Hát reméljük, hogy ki tudjuk ezzel rángatni. Még a magyar címen rajta van. Hát ez jó, jó öreg. Mióta lehet itt? Egy 10 éve minimum. Fasz a gyerekek. Na jó van, srácok. Akkor... köszönöm szépen a figyelmet. Következő részben megpróbáljuk behúzni a DMK-ba. És... megnézzük, mennyibe kerül a javítása, ha meg tudjuk javítani, és akkor döntsétek már, figyeljetek, írjatok egy, sőt, a linkbe, a leírásba egy linket rakok, amiben egy szavazás lesz, és eldönthetitek, hogy passzoljuk, vagy javítjuk. Tehát eladjuk azt a kirovecet, el is tudnánk ugye adni, vagy pedig behúzzuk, és megpróbáljuk megjavítatni a TMK-ba. Na, köszönöm szépen a figyelmet, csumi csá! Az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes. Ikarusz a kaszmia, Taurusz a gumia. Ha-ha, de megy ez az ifa.